Tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a Bölcsek szakiskolája. Látogass el honlapunkra a www.jeansclub.hu weboldalra, és töltsd le aktuális online kuponunkat. Jeans Club. Dress up your life. Cégünk országos hálózattal támogatja az álláskeresőket és munkaadó cégeket. Ha ön is bízik egy hazai tulajdonú tanácsadó cégben, építse velünk karrierjét vagy munkatársai csapatát. Ön daganatos beteg és nem tudja, kitől kapjon választ a kérdéseire? Kinek mondhatja el rákos betegként gondjait? És kihez fordulhat segítségért problémáival a gyógyuláshoz vezető úton? Ha ön már gyógyult, hol mondhatná el más betegeknek is a történetét? Hogy ki és mivel segítette idáig? Mindenre lehetőség nyílik a nem sokára induló Élj újra versenyben a rákkal című műsorunkban. Kedden este 8 órától két hetente megjelenő adásainkban onkológus, valamint dietetikus szakértők segítik a rákbetegeket, továbbá bemutatunk betegszervezeteket, tanácsadó szolgálatunk pedig fogadja hívásaikat. Élj újra! Sportosat. Híradónk vendége Struhács György, a kötött fogású birkózó válogatott kapitánya, vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek! Két ezüst, egy bronz. Ez a termés, ugye az Európa-bajnokságról, ezzel tértetek haza. Elégedett vagy ezzel a két ezüsttel és egy bronzzal? Úgy veszük, hogy eredmény szempontjából és a kiutazás előtti időszakot nézem, akkor azt mondom, hogy elégedett vagyok, de a mutatott birkózás olyan értelemben, hogy két döntőt is birkóztunk, és mind a két döntőben borzasztóan közel álltunk az aranyérhemhez, akkor mara van egy kis hiányérzetem azért. Ha jól tudom, javítsák ki, te főleg Lőrinc Tamásnál érezted azt, hogy nagyon közel állt, ugye? Abszolút, az a mérkőzés az a miénk volt. Hát tulajdonképpen föl volt építve az a mérkőzés, Tamással megbeszéltük, hogy egyféleképpen tudja az oroszt megverni, ha kondicionálisan fölörli, és türelmesen kivárja azt a helyzetet, amikor kondicionálisan összerogyott az ellenfél, akkor csinálja meg a pontot. Ugye első menet eltelt, második eltelt, nem volt akció, jött a harmadik menet, és még a szünetben is megbeszéltük, hogy legyen türelmes, ne kapkodja el az akciót. És hát az volt a probléma, hogy egy olyan szituáció adódott, ami a Tamás fogása. Tehát ugye ezzel lett Európa-bajnok, ezzel a fogással, azt mondom, hogy 100 alkalomból egészen biztos 99-szer megcsinálja. Egy szőnyegszéli helyzet alakult ki ráadásul ebből a helyzetből, ami olyan szerencsétlenül jött ki minden, hogy ő került vesztes pozícióba abból a helyzetből. Azt mondom, hogy megszídni se nagyon tudom, hiszen ezt a helyzetet föl kellett vállalni. Annyi a tapasztalat ebből, hogy ha még egyszer ilyen adódik, reméljük, hogy majd adódik, akkor igenis ezt a helyzetet is el kell engedni, és még egy picit, egy 30 másodperc kellett volna még ezen a mérkőzésen, és akkor egészen biztos, hogy az orosz szinte magától lement volna, annyira elfáradt, és hát az ereje végén volt. Úgyhogy hát ez így jött, ezért volt egy kicsit az emberben ilyen hiányérzet, de azért természetesen nagyon-nagyon boldogok voltunk az ezüstnek. Ezüsttel is. A 74 kilós bácsi Péter ezüstérme az akkor az normális volt, ha lehet így fogalmazni. Azt kell mondjam, hogy igen. Papírforma tehát. Nem papírforma, mert ott is meggyőződésem, hogy a Péter jobb birkózó, mint ez az azeri, de azt kell mondjam, hogy a verseny
egészét nézve, ugye volt előtte egy elődöntő, ahol egy hasonló szituáció volt, és pozitívan jöttünk ki belőle, hiszen a Pétert az utolsó pillanatban eldobták, és nekünk ítélték a pontot, és aztán ugye a döntőben egy hasonló szituáció volt, megint ott a végjátékban, amikor nem nekünk ítélték. Én azt gondolom, hogy ez így korrekt, és így reális ez az ezüstérem. Deák Bárdos Misi, ez a vén öreg harcos, ugyebár 36 éves? 37. 37. Mindig szoktam mondani neked, hogy... Most már ott a vetétás is már kezdi csokolommal köszönnek a Misinek, hát, amikor meglátják. Most tényleg olyan fiatalok, hogy már egy kicsit nem figyel oda, akkor gyereke lehetne. Tehát mindig nagy tisztelettel tudok csak a Misiről beszélni, hiszen ennyi idősen mindig így megújulni, úgy az edzéseken, mind a versenyeken, ez csak a tisztelettel lehet erről beszélni, és kalap emeléssel. De ez miért? Mert ugye azt hallottam, hogy azért, mert nagyon imádja a birkózást többek között, azért is van még mindig ott toppon. De gondolom mások is szeretik a birkózást. Tehát gondolom ez még önmagán jól hangzik, de gondolom még van valami más is mögötte. Én azt gondolom, amit a Misi szokott mondani, hogy amíg ő úgy érzi, hogy ezt szívesen csinálja, szeretettel csinálja, és jól esik neki, addig ő csinálja ezt, és ráadásul még eredményeket is ér el, akár kijuthat az olimpiára, akár ott is egy kedvező sorsolással egy jó eredményt érhet el, úgyhogy én csak az ő szavait tudom tolmácsolni, hogy neki ez jól esik, szereti ezt csinálni, és nem érzi azt a fáradtságot, nyilván nem olyan friss már, mint 20 évesen, vagy 25 évesen, de még mindig jól esik neki, szereti a közeget, szereti az edzőtáborozásokat, szereti a versenyhelyzeteket. Ez a 11. vagy 11. érme 11. érme 11. volt, igen. Érme igen. Volt. Világverseny. Igen, világverseny, úgy van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eredmények magáért beszélnek nála, egy csodálatos birkózó, nagy bajnok, azt kell mondjuk. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de adja magát a kérdés. Mit csinálsz? Mit fogtok másképp csinálni edzésen, hogy nehogy Isten, hogy megsérüljön? Mert egy 37 évesen már ugye, főleg egy ilyen kemény sportágban bármikor megtörténhet. Gondolom, vele egy kicsit másképpen kell foglalkozni. Abszolút másképpen. Körülbelül egy olyan két éve, most már két és fél éve jött nála el egy olyan szituáció, hogy ugyanazt a terhelést megcsinálta, amit előző időszakban, és hát egy olyan mély gödörbe került, hogy hónapokig talán meccset se fogott. És akkor átalakítottuk teljesen a munkáját, olyan értelemben, hogy jóval nagyobb regenerációs időt hagyunk, tehát ilyen pihenőket, kéthetes ciklusokban, két hetet edzőtáborban van, aztán ha úgy jönnek ki az időszakok, hogy nem pont külföldre megyünk, akkor hazaküldöm, akkor Repka Attila segíti a munkáját, tehát ezekkel a terhelés, pihenéssel próbálunk játszani, hogy minél hamarabb regenerálódjon, ugyanis a heti munkába péntekre annyira elfárad már, hogy szinte menni nem tud, ilyenkor hosszabb pihenőket kell neki adni, plusz egy ilyen lelki feltöltődést is, amikor otthon van, a barátnőjével van, illetve hát egy otthoni közegbe mozog, és én azt látom, hogy ez hatásos. A sérülésről pedig én úgy látom, hogy egy olyan szerencsés alkat, aki nem nagyon sérült. Tehát termeténél fogva, csontozatánál fogva, izomzatánál fogva nem nagyon sérül. Adja Isten, hogy ez most már az olimpiáig is így legyen. Repka Attila. Ezek szerint akkor visszaállt, ugye tudjuk, hogy már pár éve ugye visszaállt, akkor megmaradt a magyar birkózásnak Repka Attila. Természetesen az ugye kívül... korábban, mikor abbahagyta a birkózást, akkor ugye sok mindent lehetett vele kapcsolatban olvasni, hallani. Igen, hát ezek mondjuk a fele azért nem igaz, de én azt látom, amennyire Attilával hát tartjuk a kapcsolatot, illetve hát kint volt az Európa-bajnokságon, ott is segített nekünk. Van neki valami egy funkciója, ugye a szövetségen belül? Abszolút, hát kétféle funkciója van, ha pontosan mondom, Miskolcon ő a birkozóklubnak, a Diós Győri birkozóklubnak az igazgatója, tehát ő irányítja ott a birkozást, illetve a ifi válogatottnak ő az edzője, és nagyon szép eredményeket érnek el sorra. Na, de akkor Misi akkor jó kezekben van, amikor hazaküldött pihenni. Én azt hiszem, hogy biztos, hát mindenképpen az Attilának a kvalitása, akár a versenyzői, illetve edzői kvalitása mindenképpen alkalmasak. Ő egyébként akkor a csapatkapitány, ugye a Misi?
Igen, 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 továbbra is ő a csapatkapitány, igen. Szeret úgy emberekkel foglalkozni? Szeret úgy embereken segíteni? Tehát, hogyha mit tudom, teszem azt a Lőrinc, hogy bácsi megkeresni problémáival, mennyire fogékony ezekre? Mindenképpen. Azt kell tudni, a Misiről egy különleges alkat. Tehát ugye méreténél nehéz súlyú, egy nehéz súlyúnak más a gondolkodása, mint egy átlag súlyú embernek. Tehát én azért ezt hozzátenem, de abszolút szolgálatkész, abszolút segítőkész mindenben. Tehát én azt hiszem, hogy jó a kapcsolat. Egyébként is jó a kapcsolat a versenyzők között, tehát ez egy nagyon-nagyon jó kollektíva, és ebbe természetesen beletartozik vezető szerepbe a Misi. Kényes kérdés? Kis Balázs? Na, abszolút nem kényes. Mi lesz vele? Hogyan tovább? Kezdjük azzal, hogy ugye két meccset birkózott, mind a kettőt megnyerte. Mi történt a másik mérkőzésen vele? Pontosan? Volt egy akció, egy ilyen szituáció, amit a német, egyébként ez a német olimpiai ezüstérmes, tehát azért egy komoly birkózó, és több érme is van világversenyekről, lefogta a fejét, azt egyébként jól csinálja, és hát, hogy a Balázs ne kerüljön veszélyes helyzetbe, onnan igyekezett fölállni. És egy ilyen lefogott fej, tehát teljes súly, egy 100 kiló rajta van, közben ő állt föl, és még rácsavartak, és összecsúszott a bordája ott abban a helyzetbe, ami még pozitív a Balázs ügyében, hogy még így is tudott nyerni ez ellen a versenyző ellen, tehát még a másik menetben megpörgette az ellenfelet, tehát hozta ezt a meccset is, de hát utána már olyan fájdalmai